föld vagy az ég. Döntsük el, ki lett a furcsa, te vagy én. Na, Hali papi, mami, üdvözöllek benneteket. A csatorna újraindul. Hát sokan megvoltak már ijedve, hogy mi fog történni, de úgy néz ki, hogy így most jutottam el odáig, hogy megnyugodhatok, és hát ugye internet problémáim is voltak, meg rengeteg gond, úgyhogy nem akarom elkiabálni, úgy néz ki, hogy most értem célba, úgymond, és minden okés lesz, úgyhogy rengeteg dologgal készültem nektek, főként azzal, hogy szeretném a csatornát újraindítani, és ez most már biztos mai naptól, illetve ha ezt a videót látjátok, az már azt jelenti, hogy a internet problémák is megoldottak, úgyhogy gőzerővel haladunk a videókkal. Most gyorsan mondom, hogy mik lesznek igazából a vízipipás videók és a vloggal együtt, együtt érkeznek ezek a videók felváltva egymást, tehát aki a vízipipás dolgok miatt iratkozott fel, annak is lesz rengeteg újdonságom, illetve a vlogot is szeretném egy picit jobban bepörgetni, mert azért a régi nézők mégiscsak azért vannak feliratkozva, úgyhogy mindenképp mondom is, hogy mik lesznek, jó? Egyelőre fölírtam ide közben magamnak, mert mindig, amikor valami jó témát így talál az ember, akkor így eltelik egy pár óra, és már azon gondolkodom, hogy mi a francról akartam beszélni, pedig olyan jó témát találtam, és most fölírtam őket, tehát akkor, amikor így eszembe jutott, és erről mind-mind beszélni fogok. Az egyik az a hatalom fitoktatás volt, egyébként erre egy ilyen élő példám is lesz majd, olyan érdekes téma. Akkor a magyar forint rendszerről is szeretnék egy picit beszélni, mert ebbe is beleütköztem. Akkor valamint annyi arról, hogy mennyit élünk, és a számokról. Egyébként nagyon érdekes, hogy hány évet él egy ember, tényleg így elkezdesz számolgatni, elég érdekes. Beleértve azt, hogy mondjuk hány órát telefonozzon mondjuk egész életedben, és stb. Egy kicsit számolgatunk majd. Van egy kicsit ilyen 18 pluszos témám is, a perverzről szeretnék egy picit beszélni, hogy mit jelent ez a szó egyáltalán, mi az, hogy valaki perverz. Akkor az OTP folyószámlás sztorimat szeretném elmesélni, mert voltam befizetni egy csekket, és hát nem nagy cucc, de komolyan érdekes lesz az is. Hát van egy olyan, hogy beengedtem egy szélhámost, gyerekek, nagyon durva. Én tényleg nem vagyok ilyen meggyőzhető ember, de erről majd hosszabban, de kajak beengedtem egy rohadt szélhámost a lakásba. Ez teljesen hihetetlen, és az egy kemény sztori lesz, azért elmesem nektek majd. Valamint néztem műsort az amerikai vásárlásokról, illetve van egy ilyen műsor, ahol ilyen ingatlanokat vásárolnak fiatalok, és közben azért kávém azért természetesen itt van. És hát arról is szeretnék majd beszélni, hogy ez hogy megy, illetve valami összehasonlítás, mert az is néztem, és ugye azon gondoltam, hogy úristen, mennyire más. Akkor itt húzzunk egy vonalat, és akkor nézzük a vízipipások mit várhatnak. Először is a... nem ennyi, mielőtt így megörültetek. Csak egy pár dolog van. Illetve hát azért elég sok dolog van ahhoz képest, a top 5 legjobb dohányt fogom tesztelni, illetve szerintem, ami a top 5 legjobb dohány, azt fogom bemutatni nektek, valamint Baliból, tehát Bali dohányból fogunk, márkából zöld citromot, gránátalmát tesztelni. Van egy prémium minőségű termékünk, Adalia néven fut, ez nem tudom, hogy kell rendesen kimondani. Láv 67, zöld alma, zöld citromot fogunk tesztelni, belőle alfakerből pedig szőlőt és áfonyát. Valamint lesz egy videó a vízipipás balesetekről. Erről szeretnék beszélni, mire kell figyelni, és a napokban ért egy elég durva baleset. Engem is sajnos vízipipázással kapcsolatosan, de hát egyelőre ennyi, hogy felcsigázzam egy kicsit a kedélyeket. Nagyon szeretném, ha kicsit bepörögne a csatorna, és újból indulna az egész. Új intróval jelentkezem, egy tényleg csak egy kis fikarcnyi dologról van szó, de a vízipipázásnál is lesz egy intrócska, tehát rögtön láthatja, aki véletlenül is rákattint, hogy ez most vízipipás vagy vlog lesz. Úgyhogy előjáróban ennyit, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy velem vagytok, és itt kitartotok a csatornán, mert most újból indul és bepörög ezerrel, remélem, hogy sikerül összehozni, szeretnék mindenképp napi vagy két naponta minimum videót feltölteni. Nagyon nagy energia befektetés, az, hogy az ember tényleg minőségi tartalmat tudjon gyártani, ne csak azért legyen videó, hogy legyen, mert én nekem ez továbbra is azért érdekem, főleg, hogyha a vízipipás teszteket is csináljuk, ott azért jó körbe rágni egy kicsit a témát, és tényleg
igényes videót kapjatok. Remélem, hogy itt maradtok velem, úgyhogy gőzerővel előre. Na, nagyon-nagyon örülök, és nagyon jó kedvem van, és madarat lehetne fogadni velem. Na, papi, mami.